Pécsken vagyunk. A Beregvidéki megye labdarúgó bajnokság 10. fordulója. Köszönnek a játékosok egymásnak, és pillanatok múlva elkezdődik a nagyon izgalmas mérkőzés, mert tavaly itt egy nagyon szoros játékot játszott a Beregvidék. 3-1 után 3-3-ra alakult a játék. Zöld-fehérben a hazaiak, piros-fehérben a vendégek, a Beregvidék. Teple nyargal befele, száll a labda befele, és Teple mégis, és ott van a labda, és kihagyja. Szlivka Iván kihagyja a biztos gólt, de jobb oldalra a bíró minden esetre lestit él, nehogy gót lüdjön a Beregvidék, pedig dehogy nem. Kirúgás. Ruszin Vasili, a kapus, lilába. Jó mutatnak hátul a rózsaszín holland gyerekek. Jó tartja meg Szlivka, Szergejev, jól ássa meg Szárkiszt, Dmitri, aki Szára, jobb oldalon. Most ment el Szárkiszt, most adja be a labdát, Szlivka megfejeli. Azt hittem, hogy gól. Atya, úristen, micsoda gyönyörű helyzetet játszott szét a Beregvidék, de ért valakit a játékos, így szöglet. Azt hittem, már bent van a vinklibe. Második izgalmas helyzetet mutatta be a Beregvidék, csodálatos volt. Szergej szögletét láthatjuk, ahol a három mester gyerek a kerítés tetején szépen ott jönnek a gyerekek. Jó, megtartsák a labdát, nagyszerű. Mázurhoz kerül a labda, Mátyás ott van. Mázol, még mindig mázol. Szép jelenet látunk, meg is tapsolják Mázol lövését. Krasevski kísérte, látta, érezte, és feltámad a hazai szurkolók hangulata. Ezt így kell csinálni, azért vagyunk a labdarúgó mérkőzésen. Krasevski minden esetre. Jeszin Krasevski, Vitali Azárov. Azárov most már a 8.-9. labdát kapja erre az oldalon, Szergejev. Ott óriási Teple és óriási Teple gól. Gyönyörű, Szergejev. Abradite vnimanie. Розыгра Сергеев Сергей. Рассмотрел, в чем дело. Вытянул длин на шею, подал в центр. Teple Олег. В воздухе принимает мячик, сильный удар и вратарь ничего уже сделать не мог, только вытащить мячик с сетки. 1-0, Beregvidék. Tehát egy gyönyörű, szép Teple gólt láthattunk, és ezt be is fogjuk írni. Azárov, finom csellel Szergejev. Hagyjad, mondja, Picurnál a labda, Picur ecsel, Picurnál a labda, lő egyet, óriás kapus a helyén, bravo, szép lövés, szép védés. A 18.-9. percben láttunk Picur Romántól. A hazaiak szépen osztogatnak. Szemenov emeli ki a labdát pontosan, szépen veszik le közepen. Gyönyörű labda Szergejevnek, aki lerázza a játékos, felveszi egy tempót és ad egy gyönyörű labdát Szlivkának, és ott van Szlivka, 11-es. Szlivkát felrúgják, és 11-es. Téma le van zárva, Szlivka felrúgása után 11-es a Viski csapat. És még neki mennek a bírónak, mit okoskodnak. A bírót most fogják befofozni a hálóba, de miért? Ilyet a Viski csapat miért nem kell elfogadni egy 11-est? Ki kell osztani, vagy három sárgát, az téma le van zárva, bíró uraim. Jó oldotta meg a bíró, sárgát kap a védő, 11-es a Beregvidék javára, Szárkiszt Dmitri, a 11-es rugó, vajon ma is berúgja azt a 11-es, izguljunk egy kicsit. 26. perc, Szárkiszt Dmitri, Szára. Bíró varázsforma szerint mondja, hogy a labda fehér, Szárkiszt azt mondja, ne dilizz, komolyan, na akkor fordíts rajta egyet. Négy kihúz egy fűszálat, megfordítja a labdát. Figyelem! Gól! Gyönyörű gól! Byl naznačen penalti, Slivka Ivana zbivajut, na sudju napadajut, Čutivo ne zabrasivajut varota, no sudja stajit bobal na svojich nagach, sobstvenih, darit žoltuj kartočku,
И смотрите внимательно. Саркис Дмитрий разбегается. И никакого шанса. Гол. 2-0. 2-0-ra vezetünk. Ez a csapat nem emlékszik arra a helyzetre. Szergejev. Slivka fejeli meg. Picur. Előtte felpattan. Élvezetes a játék. Szergejevnél a labda. Szergejevnél a labda. Gyönyörű labdát adott Slivka. És kihagyja Slivka. A hosszú sarkot célozta meg, belerúg a kapufába, és a kapu a helyén maradt. És ugyanúgy, mint a 2-0-ás eredmény. Jó játszik a Beregvidék, a közönség lassan úgy néz ki, áttér a Beregvidék szurkolása. Óriási labda, hagyják, elcsúszik, Teplej ott van, és a Viski csapat már nem akar kijönni a saját térfeléről, nem azért, mert nem akar, azt hiszem, mert nem tud. Jeszin jobb oldalon, zásztávni szélen. Micsoda labdát látta meg, gyönyörű labdakezelést láttunk, zásztávnétű, de szép volt, Istenem, de szép volt, zásztávné. Beadja a labdát, és belefejelnek. Szergej még mindig ott van, Szergej még mindig ott van. Most adná be középen, Slivka, gól! 3-0, Slivka gyönyörű 2 gólt lőtt, Istenem! Abratite vnimanie, kak igrajet Beregvidék, Szergejev, Szergejev, vidit, smotrit, kak zorki szokol, padajot Slivka vozduchy, gyelej tostonada, 3-0. Gyönyörűen jókedvel, mosolyogva a Beregvidék higgadtan, profikhoz méltóan jönnek átfele. Szergejevnek egy nagy köszönetet mond Jeszin, nagyon szépen látta meg, ezt Slivka pedig ide néz. Na, fiúk, hogy érzitek? Nagyon iker testvér focizik a Beregvidékben, Slivka Andrej, Slivka Iván nagyon szépen játszotta meg ezt a labdát is, 3-0. És elkezdődik a második félidő megyei labdarúgó bajnokság. 10. fordulójában a Beregvidék idegenben Visken. Szergejev egyedül, nincs ott senki, most néz neki egy labdát. Van, akinek gyönyörűen ott van Hurka, és belövi, és a bíró azt mondja, les. Ez érdekes volt, csak lassítva tudjuk megnézni, mi történt a labda elrugása pillanatában. Hurka lőtt egy szép lesgót, és Hazárov pedig hagyta. És megalázva szépen szerelnek a Beregvidékiek. Lukasuk Vladimir, Szergejev, Jeszin. Egyszerűen pontatlanul játszotta Jeszin ezt a labdát, egy kicsit elszámolta. Szárkész, gyönyörű labdakezelés. Lukasuk. Így segítettek. Nagyon okos gólt látunk. Zastavný Vladimírtől. Vy obratíte vnímanie, što pridumal Beregvidék zastavný, zaštítnik pobežal po pravom, jemu немножко zaštítniky pomagli, on не ударil сильно, он очень мягко сыграл, и мячик элегантно перелетел через вратаря, и но 4-0 заставный. Гёнюрю гол, заставный гол. Потому что молчите. Потому что вы молчите, поэтому проигрываем. 4-0-ra alakult a játék, ez egy nagyon okos gól, és kettős cserére készül a Beregvidék. A hazaiak tudomásul vették, hogy a 3 pont nem fog itthon maradni, valaki elvisz, és ez a valaki a Beregvidék. Mátyás. Közepre kerül a labda, a középről. Hurka gyötri. Mátyás harcol. Hű, de veszélyes pillanatot láttunk Krasevszki kapujánál. Igen, akár be is mehetett volna ez a labda. Csere, Szeles is bejön. Picur Román. Nem sikerült Picurnak gót lőni. Itt Szeles megy be. Tehát ki van cserélve a csapat. Lukasukék. Lukasuk. 30 méter. Lukasuk. Lágyan. Atya, úristen, micsoda helyzete volt Slivka Andrének, és kihagyta. Kihagyta. Hurka jó, állt meg. Smiskó is. Szeles előtt szerelnek. Ketten is rárontottak.
és nincs aki. Precsák jobb oldalra adja a labdát, és el fog menni a csatár, ketten is védik, de elveszik. Kéz, szabadrugás. Na, Smiskónak van egy lehetősége, kapora lőne, hadd próbáljam meg, engedélyt kér a csapatkapitánytól. Igen, jó van. De ha most gyorsan megjátszották, van, ez lett volna az okos. Jeszín kér egy kis vizet, kávét már ivott. Szabadrugás a Beregvidék javára, a mérkőzés vége felé, vajon bemegye ez a labda, vajon Smiskó bevágja-e, ez a nagy kérdés. Figyeljünk! Óriási gól, Smiskó! Mit mondtam? Megáll, nem mozdul, elnézést kér, fiúk, ne haragudjatok, most mit csináljak? Láttátok? És Jeszín! Megköszöni igazán úgy, ahol kell, Schengeni vízum nélkül. Gyönyörű gólc, Miskó. Vyábratítje vnyimanje, svabodni udar. Lukasuk, Vladimir, lehko neprinuzdnjorna nazad, Miskó. Spolu dvizhenjem, silnim udarom posilajt mjačik v nižni ugol i šot prevražajca v 5-0. I daže prinimajt, skromno prinimajt, pozdravljenje, Miskó Bogdan. Hát ennyi a különbség. Hajrá, Beregvidék! Hajrá, Beregszász!